A mai adásban egy darásfészekbe fogunk belenyúlni. Ugye a darásfészekbe való belenyúlásnak az a specialitás, hogy az ember bárhogyan csinálja, bármit tesz, így is úgy is sérülni fog a keze, meg fogják csípni különféle oldalakról. De ez bennünket a 21 vlogban sohasem érdekelt. Az a darásfészek, amiben belenyúlunk, az pedig nem más, mint a George Floyd meggyilkolása vagy erőszakos halála körül történtek. A tények mindenki számára ismertek. Az Egyesült Államokban egy rendőri intézkedés során egy afroamerikai állampolgár az életét veszítette, amely esemény óriási viharokat kavart, és kavar még mind a mai napig. Óriási tüntetések zajlanak, és hát ezek a tüntetések nagyon sok esetben erőszakos cselekményekbe torkolnak bele. Ezzel a témával fogunk foglalkozni, de ahogy megszokhattátok, természetesen most sem a felszínt fogjuk kapargatni. Az esettel kapcsolatban két fő narratívát ismerhettünk meg. Ugye az egyik narratíva szerint valójában itt a rendőri rasszizmusra, az afroamerikaiakkal szembeni rendőri erőszakra történt egy ismételt és sajnálatos példa. A másik narratíva szerint valójában nem másról van szó, mint arról, hogy az Egyesült Államokban a feketék között elképesztő mennyiségű a bűnöző, és a nagy számok törvény alapján sajnos bebecsúsznak ilyen jellegű gigszerek. Vagyis nem mással találjuk ismét szembe magunkat, mint a törzsi logikával, azzal a törzsi logikával, amivel a 21 vlogban már nagyon sokszor foglalkoztunk. A lényege pedig az, hogy az egyik törzs és a másik törzs között semmiféle átjárás nincs. Az én törzsemben történt minden dolog jó és minden dolog szép, a másik törzsben történt minden dolog rossz és minden dolog káros. Ha valami ott esetleg igaz lenne, én azt sem tudom elfogadni igaznak, mert csak az lehet igaz, ami az én oldalamon történik. Ugye ez a törzsi logikának a lényege, és most egy ilyen törzsi logika mozgatja ezt a vitát. Az egyik oldalon, akik azzal érvelnek, hogy itt ez a rasszizmusra vita, mindenki, aki tagadja vagy esetleg árnyalja ennek a lehetőségét, az azonnal rasszistává válik. A másik oldal pedig, hogyha azt hallja, hogy valaki azt mondja, hogy nem biztos, hogy az afroamerikai a körében mért bűnözői statisztikákból kellene kiindulni, az azonnal antifasiszta terroristává válik, ahogy azt az amerikai elnök is megjegyezte. They cannot wait to use those baton. They can't wait to break your bones. They can't wait to see your blood, especially black blood. Ennek a törzsi logikának az egyoldalúságát nagyon könnyen észre tudjuk venni. Gondoljunk csak, vagy emlékezzünk csak a nem is olyan régen történt sárga mellényes tüntetésekre, ugyanis akkor is történtek rendőri erőszakos cselekmények, és milyen érdekes, hogy a két oldal akkor pont fordítva volt. Akkor, akik a rendőri terrorra hivatkoztak, azok éppen jobboldaliak voltak nagyobb részt, akik pedig a tüntetések szétverésének a jogossága mellett érveltek, azok meg baloldaliak. Mi történt, mi változott? Nagyon egyszerű a válasz. A mostani események akkor történnek, amikor Amerikában egy populista, jobboldali elnök van, Trump személyében, a másik esemény pedig Franciaországban történt, ahol egy baloldali, liberális elnök van, vagyis mi történik? Az álláspontokat nem is az események határozzák meg, hanem a politikai hovatartozás. Előre van egy véleményem, előre tudom, hogy én melyik oldalon állok, és függetlenül attól, hogy mi történik, én ehhez az állásponthoz keresek érveket, és nem pedig arra vagyok kíváncsi, hogy mi is a valóság. Annak persze olyanok is, akik egyik oldalra sem állnak, hanem azt mondják, hogy egyik oldalnak sincs igaza. Szerintem a helyes hozzáállás viszont az, ha azt mondjuk, hogy valójában mind a két oldalnak igaza van. Tudom, hogy ez nagyon provokatív, de a helyzet az, hogy igen, Amerikában nagyon súlyos problémát jelent az, hogy a rendőrök körében komoly rasszizmus van. És igen, Amerikában nagyon komoly problémát jelent az, hogy elképesztően magas az afroamerikai állampolgárok között a bűnözési ráta. Mind a két félnek igaza van, csak az a baj, hogy mind a kettő magában féligazság. A féligazság pedig a legrosszabb hazugság, ugyanis mindig valóság morzsákból táplálkozik, ezáltal hihetővé teszi magát a törzseknek. Csak azok tudnak tehát másképp gondolkodni, akár erről az esetről is, vagy egyébként bármilyen más hasonló ilyen esetről, akik képesek kilépni a törzsi buborékból. Mielőtt azonban bemennénk ezekbe a buborékokba és megvizsgálnánk a tartalmukat, engedjetek meg nekem két rövid megjegyzést. Az egyik az, hogy nemrégiben a Deák téri gyilkosság kapcsán Magyarországon is nagyon hasonló törzsi logikára épülő vita indult el, hogy az egyik oldalon voltak azok, akik elkezdték azt mondani, hogy Magyarországon milyen magas a cigányság körében a bűnözői mentalitás, a másik oldal pedig azoknak, akik ezt mondták, azonnal a rasszista, náci és cigánygyűlölő jelzőket találták meg. A másik és ehhez kapcsolódó megjegyzésem pedig az, hogy fölvetődött az amerikai események kapcsán esetleg van-e valamiféle titkosszolgálati háttere a tüntetéseknek. Van-e valami olyan külföldi nagyhatalom, Kína, Oroszország vagy bárki más, aki ezeket a tüntetéseket a háttérből szítja, vezérli, irányítja, és ezáltal megpróbálja destabilizálni az Egyesült Államokat. Hogy ez így van-e vagy sem, ezt én nem tudom, de egy biztos, ha ilyenre van és szerintem pedig van lehetőség, akkor érdemes ezt Magyarország tekintetében is meggondolni. Ugyanis ha valaha valaki
Magyarországot destabilizálni akarná, akkor nagyon egyszerűen meg tudná tenni a magyar cigány együttélés problematikáján keresztül. Vagyis az, hogyha meg akarjuk oldani ezt a problémát itt mi Magyarországon, magyarok és cigányok együtt tudunk-e élni vagy sem, ennek a problematikáját, akkor ez nem csak rólunk szól, és nem csak a különféle két törzsi logikának a vitájáról, hanem arról is szól, hogy bármikor nemzetbiztonsági kockázattá válhat ez a kérdés, bármikor gondolatja úgy egy nagy hatalom, vagy bárki, hogy bennünket itt egymásnak ugraszt. Vegyük tehát az első buborékot, ami ugye arról szól, hogy a rendőrök körében nagyon magas az afroamerikaiakkal szembeni előítélet, a rasszizmus. Nehéz is lenne tagadni ennek az igazságtartalmát, hiszen az elmúlt időszakban számtalan olyan esettel találkoztunk, amikor a rendőri erőszak durván és brutálisan érintett egy afroamerikai állampolgárt, olyan durván és olyan brutálisan, ami valószínűleg, ha az illető fehérbőrű lett volna, nem történt volna meg. America is racist. Listen carefully to what I said. America is racist. De nézzünk egy picit ennek a buboréknak a mélyére, ugyanis nem veszük észre, hogy amikor azt mondjuk, hogy a rendőrök, akkor az picit ugyanolyan, mint amikor azt mondjuk, hogy a négerek, és hogy ez valójában egy általánosítás. Lehet, hogy a rendőrök körében komoly rasszizmus van, és komoly előítélet a fekete bőrű amerikaiakkal szemben, de ez attól még csak egy tendencia, és nem minden rendőre igaz. Racism. The least racist person. És azért annak az esélyét se zárjuk ki, hogy az intézkedő rendőr valójában nem azért tette, amit tett, mert egy afroamerikai állampolgár volt a térdei alatt, hanem egyszer azért, mert egy bunkó, egy brutális állat. És lehet, hogy a hatalommal való visszaélésnek láttuk a tipikus példáját, ami akár egy fehérbőrűvel szemben is megtörténhetett volna. Nem tudunk arról statisztikákat, és egy nem igazán polkorrekt statisztika lenne, ha megkérdeznénk, vagy megpróbálnánk megtudni azt, hogy hány fehérbőrű állampolgárral kapcsolatban történik ilyen jellegű, vagy ehhez hasonló rendőri túlkapás, de egy biztos, hogy bennünk emberekben, bennünk van a hatalommal való visszaélésnek a vágya. És ha már nem polkorrekt statisztikáknál járunk, én nem tudom, hogy hány olyan rendőr halt meg az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban, akinek az életét afroamerikai bűnöző oltotta ki, de van egy olyan gyanúm, hogy nem kevés. Azt viszont tudom, hogy az Amerikai Egyesült Államok számtalan rendőrőrsé léteznek olyan tablók, amelyekre az intézkedés során elhunyt rendőrök fényképeit teszik ki a kollégák. Lehet, hogy az intézkedő rendőr éppen egy ilyen tabló előtt ment el. Lehet, hogy az intézkedő rendőr éppen az egyik barátját veszítette el egy drogbandával való harc közben, és az ezzel kapcsolatos frusztrációja volt benne abba a térdelésbe. Nem tudjuk, ez is egy lehetőség, és ezt sem érdemes kizárni. Na de menjünk tovább, és nézzük meg a második buborék tartalmát is. Ugye ennek a buboréknak, ennek a törzsi logikának az az állítása, hogy valójában a probléma oka és legfőbb oka az nem más, mint az, hogy az afroamerikaiak a négerek között elképesztően magas a bűnözők száma. Ez körülbelül ugyanolyan nehéz volna tagadni, mint a rendőrök körében meglévő rasszizmust, ugyanis elegendő csak megnézni azokat a statisztikákat viszont, amelyet Amerikában elkészítenek a bűnelkövetőknek a származását illetően. Na de nézzük a gyenge pontjait ennek a törzsi logikának. Azt mondtuk, hogy azt mondani, hogy a rendőr az egy általánosítás, akkor természetesen itt is el kell mondanunk azt, hogy azt mondani, hogy a néger vagy az afroamerikai szintén egy általánosítás. Érdemes föltennünk azt a kérdést is, különösen az ilyen esetek után, hogy az Amerikában élő fekete bőrűek mennyire érzik azt, hogy a rendőrség értük van. Amikor egy intézkedő rendőrt látnak, akkor benne a rendőrét látják, a jogrendvédelmezőjét, azt, aki majd nekik biztonságot ad, vagy pedig a faji diszkrimináció jelképét, aki ellenük van, aki nekik rosszat akar. Attól tartok, hogy az utóbbi, és hogy ennek a hatása, ennek az élménynek, ennek az érzésnek az ereje, az az újabb és újabb generációkba az ilyen esetek után szinte belerögződik. Szintén hozzátartozik az igazsághoz, hogy az amerikai gettókból való kitörés az ugyanolyan reménytelennek tűnik, mint a magyarországi putrikból. És ilyenkor én is és mások is el szoktuk mondani az oktatásnak, vagy a munkavilágába való bekapcsolódásnak a közhelyeit, de valahol mindannyian azt érezzük, vagy legalábbis én azt érzem, hogy ezek egyre inkább közhelyé válnak, és hiányzik valami igazi, mély és őszinte szembenézés a problémával. Nyilván egy ilyen nehéz helyzetben nagyon fontos szerep hárul, és nagyon nagy felelősség hárul az adott közösségnek a vezetőire. Ezt azonban két tendencia egyáltalán nem segíti, és mind a kettő a show businessben, a média világában tapintható ki. Az egyik, amire célozni szeretnék, az az ellenség, hogy szinte már nincs olyan hollywoodi krimi, ahol a rendőrkapitány ne fekete bőrű lenne, ami azért valljuk be egyfajta túlkompenzálás és álságos dolog. A másik tendencia szintén a médiában, vagy akár a könnyű zenében érhető tetten, ahol a bűnözést, a drogot és a gangster életet olyan szinten pozitív módon állítják be, ami ezáltal nagyon sok érintetlen, tiszta fiatal számára egy életpálya modellé válik. És van még egy fontos szempont, amit ennél a kérdésnél el kell mondani, ez pedig nem más, mint a drog. A drog problémája talán az egész világon, az Egyesült Államokban a legsúlyosabb, és különösen súlyos az afroamerikai közösségek életében.
mind a terjesztés, mind a fogyasztást szempontját megvizsgálva, de ha föltesszük azt a kérdést, hogy esetleg ezek a drogterjesztői hálózatok milyen magasra nyúlnak, és hogy a csúcsukon, az élükön esetleg nem fehérbőrű, fehérgalléros bűnözők vannak-e, akkor ez egy elég kellemetlen kérdéssé válhat, akár politikai körök számára is. Ahogy láthattuk tehát mindkét buborékot megvizsgálva, mind a két félnek komoly igazsága van, de tele van olyan féligazsággal, ami az egész álláspontot megmérgezi. Ahogy a legelején mondtam, a féligazság a legrosszabb hazugság, hiszen valóságmorzsákból táplálkozik. De ha föltesszük azt a kérdést, hogy ezeket a törzsi buborékokat mi tartja egyben, akkor a válaszunk nem más, mint fake newsok, álhírek. Ha azt mondjuk, hogy a tésztát a tojás tartja össze, a házakat pedig a házak falait, vagy a téglákat pedig a malter, akkor ezeket a törzsi buborékokat mocskos, aljas hazugságok, féligazságok és álhírek, fake newsok tartják egybe. És hogy miért veszélyes ez? Nyilván veszélyes azért, mert a törzsek bezárkóznak, a törzsek elzárkóznak, és ezáltal lehetetlené teszik a közös építkezést. De nem csak erről van szó, van ennek egy másik, és talán még súlyosabb problémája, a törzsi gondolkodás előbb-utóbb frusztrációt, a frusztráció pedig előbb-utóbb erőszakot szül. És ha már itt járunk, akkor lehet, hogy érdemes volna a törzs kifejezés helyett inkább falkáról beszélni, hiszen a törzs az adott esetben képes más törzsekhez kapcsolódni. A törzsnek vannak értékei, vannak normái, vannak szabályai. A falkának nincsenek. A falkában nincsenek értékek, a falkában nincsenek normák, a falkában nincs erkölcsiség, a falkák nem tudnak egymáshoz kapcsolódni. Egyetlen egy szempont vezérli őket, az aznapi táplálék megszerzése bármi áron. És mi történik most Amerikában? Ezek a falkák elszabadultak. Jól láthatjuk a tüntetések kapcsán, hogy itt már nem normákról, nem erkölcsiségről, nem egy jobb Amerikáról van szó sok esetben, hanem a falkák pusztításáról, a falkák tombolásáról, amelyet nem tud felettetni néhány olyan nagyon kedves és megható kezdeményezés sem, mint amikor rendőrök és tüntetők egybe kapaszkodnak. A lényeg, ami történik és amire rávilágít mindaz, amit most látunk, az az, hogy mivé válik a nem jól kezelt törzsi logika, hogyan válik falkalogikává, és a falkalogika hogyan válik pusztítássá. Trump annak idején a kampányát a fehér középosztály dühére építette, most pedig az afroamerikai fekete alsó középosztálynak vagy alsó osztálynak a dühe elől menekül bunkerba. Meg pillanatra érdemes megint egy picit a szemeinket, a vigyázó szemeinket magunk felé fordítani és Magyarországot megnézni. Nem ez vár ránk? Amikor a 21 vlogban vagy bárhol a törzsi logika pusztító hatásairól beszélek, akkor nem szép lelküsködöm, hanem ennek a jövőképnek a megvalósulását próbálom elkerülni. Illetve ennek a veszélyére próbálom fölhívni a figyelmet. Teszem ezt úgy, hogy amikor azt mondom, hogy Gyurcsány Ferenc rosszat hozhat Magyarországnak, akkor orbánista vagyok. Amikor azt mondom, hogy Orbán Viktor rosszat tesz Magyarországgal, akkor gyurcsányista vagyok. Amikor azt mondom, hogy Magyarországon a cigányságnak hazaszeretetet kell adni, akkor cigánysimogató vagyok, és ha azt mondom, hogy Magyarországon a cigánysággal nagyon sok probléma van, akkor meg cigánygyűlölő vagyok. Ez mind-mind a törzsi logikának a bizonyítéka. De ez engem nem érdekel, mert a vigyázó szemeimet én Amerikára vetem, és látom azt, hogy mi vár ránk, hogyha nem leszünk képesek ebből, ezekből a buborékokból kilépni. És ha valaki azt gondolja, vagy azzal próbálja nyugtatni magát, hogy ez tőlünk nagyon távol áll még azért, ami Amerikában zajlik, az nagyon téved. Ez a fajta polgárháború, ez szavak szintjén, akár a Facebook kommentekben már javában zajlik. Már egymást lincseljük verbálisan. Nagyon sok ember a saját elcseszett életére keresi a felelőst. Szar döntéseket hoztam az életben. Orbán Viktor a felelős. Nem vagyok képes felelősséget vállalni az életemért. Gyurcsány Ferenc a felelős. Mindig a könnyebb utat választom. A rasszizmus a felelős. Nincs semmilyen célja az életemnek. A cigányság a felelős. Ez a felelősségkerülés pedig előbb-utóbb robbanáshoz fog vezetni. Nyilván én még elmondhatom milliószor is, vannak olyanok, akiket ez egyáltalán nem érdekel, és amikor eljön az idő, akkor ők majd kimennek az utcára, boltok kirakatait fogják betörni és lincselni fognak. Mert hogy más a felelős. Én lényegében egyetlen egy megoldást látok csak, azt, hogyha nem hagyjuk tovább, hogy a hülyék a fejünk fölött vitatkozzanak. Ha a veszettek viadalát a józanak higgadtak párbeszédévé alakítjuk. Azt, hogyha a bűnbakkeresés helyett a saját magunk és a környezetünk rendbetételére próbálunk koncentrálni. Vagy van egy olyan lehetőség még, hogy erre az egészre csak legyintünk és azt mondjuk, hogy ez egy értelmiségi nyafogás, filozófálgatás, és aztán majd döbbenten tapasztaljuk, amikor a falkaháború kitör, és a mi életünket is lángba borítja. Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van, kérlek, hogy légy a támogatóm a Patreonon.